Sziasztok, üdvözletem minden Kelenföldön, és irány innen Balatonaliga, mégpedig Balaton kerülés lesz, minden igaz, akkor három, illetve két és fél nap alatt, mert ugye most indulok, a ligától megyek valamennyit az északi parton, szállás az Genesdiáson lesz, aztán másnap Genesdiástól a déli parton végig a ligáig, legalábbis ez a terv, aztán onnan, hát ugye már második éjszaka nem lesz szállás, legalábbis túl drága volt, amit és sikerül találni, tehát az lesz a program, hogy akkor haza-vissza valamelyik utolsó vonattal, és aztán reggel vissza a Balatonra, mert így még mindig olcsó, és aztán lenyomni a maradékot, ami kimaradt. És ugye Genesdiásig éjszakáról kéne érni, valószínűleg az északi parton, hogy középtájon lesz majd olyan szakasz, amit vonattal fogok megtenni. Hát eleve ugye akadatjára biztos át kell tekerni, mert akkoriban, amikor én beérkezek, nem jön vonat, csak kb. Egy óra múlva nyilat, meg már is érek. Egyébként itt vagyunk Kelenföldön, csak most éppen nem történik semmit. Egy negyedik vágány és várom a vonatot. És itt vagyunk Balaton, Aligán, vonatról leszállva, és akkor a Balaton kerülés indul, hát innen csak egyfelé lehet menni, arra. És egyébként itt van az állomás. Itt csak egy peron, az illetve van egy kisebb csonkaperon is, de szerintem ezt nem nagyon használják, és akkor itt kell kivenni. Kerülés. Itt vagyunk, most Balaton akaratja és Kenesek között valahol. Hát az út szerint arra kéne menni egyébként. Először tesztelem ezt a szerkentyűt, kamera és ezével, stabilizátor. Kérdés, hogy milyen minőségbe tudja az utat felvenni, ez az első éles bevetése. És egyébként az benne a külön jó, hogy saját aksia van és tudja vele a kamerát is tölteni, így nem kell megállni, csak ezért két olyan két aksi szerint, tehát elvég erre kell menni. Bár nem elég egyértelmű az út. Ja, a Csabinak pedig akkor ez úttal is gratulálok. Nyom Csabi!
nézitek, Balaton fűzfőt épp csak, hogy elhagytok, itt vannak a sínek, és egyébként két vonat jött már eddig. Hát a csodamasina az még úgy tűnik működik, legalábbis a stabilizátor az küzd, mint malacka a jégen, ami kíváncsi vagyok az eredményre. Viszont itt meg eltűntek a tájékoztatók, hogy akkor most a bicikli út merre. Itt van egy pihenőhely. Itt mindjárt valahol megállok és nézek egy térképet, hogy egyáltalán jó. De hát még nem nagyon tudok másfele menni. Úgyhogy majd mindjárt megnézem, lesz-e valami kihívás. Szépen Balatonfüreden, és a következő megálló a Szófő lesz, na valószínűleg ott lesz majd, ott fejezem be, ott szállok majd vonatra. És akkor a maradékot Jenesdiásig, a szállásig már vonattal teszem meg, aztán majd holnap folytköv a déli parton. De jókor jött ez a vaskaköves út, pont amikor fogni kéne a kamerát. Na mindegy, hát akkor még 5 kilométer a Szófő, majd ott jelentkezek. We'll be right back.
szétek. Eljutottunk a szófőre, és szétek meg a szavát. Itt van a mai nap. Hát 47,2 kilométert sikerült jönni. Hát hogyha holnap sikerül a dupláját lenyomni, tehát igazából NSD-ástól kéne eljutni Balaton a ligáig legalább, akkor az már egy jó eredmény lenne. Aztán vasárnap visszajövök ide a szófőre, és lenyomom ezt a maradékot a szófői és NSD-ás között. Ez már lesz itt még egy pár emelkedő, úgy tudom, arrafele, de utána már sima, hogy igazából szerintem Badacsonytól majd környékétől már sima ügy lesz. Nézzétek, hát a szófő, hát ez egy igazán jellegtelen kis állomás, Álomvágánnyal. És hát ide, itt már nincs drót, ugye Balatonfüred volt az utolsó állomás, ami még drótozva volt, bár az eredeti tervek úgy tudom úgy szóltak, hogy a szófőig húzzák ki a drótot, mert itt lett volna a betápállomás, de ez még nem épült ki. És hát látjátok, a spotter bicikli itt van, itt várom a kék hullámot, ami körülbelül 10 perc múlva fog jönni. És hát akkor azzal el kell menni. 99 forintos bicikli egy, az ugye NSD-ásig, mert így kiadta ez a kedvezményes Balaton bicikli egy. Kék hullám segesen van, ez hagyományos helyosztott bőven, mint látjátok. Itt tudok a bicikli mellett, ez a legbiztosabb hely, és egyébként szágult utapolca vele. Egyébként Balaton kerülésnél az kerülő utapolca, mert a vasút kerülő úton megy, mert lesz egy nagy kúrfő utapolcán, hogyha nem szálltam volna vonaltól, akkor Badacsonytól átvágtam volna. Ugye Balaton elő is fele, és akkor ugye legalább egy 20 kilométert lehet vele sugolva, szerintem még többet is. Aha, megint megálltunk valahol. Hát innen a kilátás nem túl bazal, itt ezen fel a börtönlás ablakokon. Az a mindegy, hát majd szerintem fogok még jelentkezni. Ha más nem, akkor az is lehet, hogy tapolcámból van 20 perc átszállásra. Itt vagyunk, na, BZ Tapolcától, sajnos ezért a pótkocsi dosszal azt lefelejtették róla, de sikerült felpaszírozni a biciklit, vagy nehezen. Úgyhogy igazából Balaton gyerek, mert hirdetően nem is kell NSD-ásig elmenni, vagy azért nem. Ilyet egy NSD-ásra akartunk menni, de Balaton gyerek nélkül kell leszállni, az közelebb van. És hát, látjátok, ez sima szóló BZ, hát mindegy, azért megyünk vele kb. Negyed órát, csak elférünk rajta. És ott a sör, mert beközben futott állám, és csak már korábban kezdte, és Badacsonyig jutott, én meg csak a szófőig, de az indulás ugyanott volt. Hát nem ugyanott, mert ezéről indultam. Nem a ligáról indultam, hanem akaratjáról. Ja, akaratjáról, igen, hát akkor én annyival előrébb vagyok, hát az 4 kilométer egyébként akaratjától, ezért a Balaton a liga. Végül is holnap akkor ezért végig is elmehetünk akaratjáig, ez a 4 kilométer is meglegyen. Hát hogyha honnan van vonat, akkor ja. Simán. Hát nekem is így lényegében most egy az északi partról marad így ki a Badacsonyi Balaton gyerek szakasz. Hát azt majd valamikor bepontolom. Nem, hogy vasárnap azért a szófőtől meg azért lehet menni. Ja. Azért ha lesz annyi energiánk még. A szófőtől Balaton gyerekig, és akkor megvan nekem a teljes. Ja. Bár ki tudja, hogy meddig jutunk, igen. Ki tudja, hogy meddig jutunk el. Ja, jutalom a nap végén, igaz nem Kőbányai, hanem Soproni, de jó hideg. Hát most ez van. Nem meg, mert a tapolcai restiből kifagyott az összes kaja. Egy darab ezért szendvicsük volt, semmi más. Mondom, nincsen már konyhájuk, az akkor nem nincsen, mert utánpóklas. De legalább sövik volt, mert hirtelen más nem tudtunk vételezni. A magammal hozott közé minden ennyi való meg már elfogyott, úgyhogy. Ezzel így vagyok én is. Nem nagyon tudok sokat elrakni, mert hátizsákban nincs mások hely az egyéb már szipelni valók mellett.
De hát mivel a Balatonon vagyunk, tehát itt ez mindig úgy gondoltam, hogy ha elfogy, akkor valahol meg tudok állni venni, mert igazából csak végig lakott területen kell menni. Úgyhogy meg hát azért még tart itt a szezon a Balatonnál, tehát csak van valami nyitva. Hát akkor lassan elindulunk a BZ-vel. És olvastam, hogy az utószezoni menetrendet, amit bevezetnek augusztus végén. Azt én is hallottam. Meg lesz hosszabbítva a Tiszató felé, és itt a Balatonnál is teljesen körben november 1-jéig. Igen, azt én is néztem, hogy Tiszató Express is menni fog novemberig. Az nagyon jó, mert így egyszerben elmények mellett Tiszatóval kerülni, mert nem tudtam vele soha utazni, de ki fogom majd próbálni. November 1-ig még lesz rá idő. Szállás elfoglalva, a rumtúr, na most éppen ez a kérdését, a kipakolás van. Ja, meg a feltölteni valók azok ott vannak már. Mert akkor most töltődik minden, ami... De ez a három ágyas szoba. A másik ágy van egy tévé. Ott vagyok én, a tükörbe. Ja, van egy légkondi is. Akkor ez itt a vizes blokk. Ennyi, itt vagyunk. Ennyi volt a rumtúr. Egy éjszakára tökéletes lesz. Itt van a légkondi meg a tévé távirányítója, de hát azt nem használjuk. Nincs az, ja, van tartalék, hát nem. Mindegy, az most nem kell. Hát akkor ennyi, nagyjából. Na most még elmegyünk ajánlni szerintem, aztán utána meg már úgyis alvás lesz. Csusuka. Addig meg a töltenivalókat, hogy legyenek.